Jó reggelt kívánok, ez itt az Art Deco adása. Körösvölgyi Zoli műsorvezető társammal nekivágunk ennek a vasárnapnak. És Deák Gáborral. Én még új vagyok itt, úgyhogy remélem, hogy a jövő héten is találkozunk, azután is. De most a mai nap egy filmes témával, illetve a filmmel fogunk foglalkozni, ami egy elég nagy tágkör. Zoli, te tegnap este mit csináltál? Filmeztél? Vagy én speciál mozit néztem leginkább. Én is. Otthoni moziztam. Te mit láttál tegnap este? Én tegnap megnéztem a Bilko Főtörzs című filmet, ami egy nagyon szórakoztató dolog volt. Imádom a Steve Martint, a mozgását, a karakterét. És a karakter az ugye nagyon fontos. Az kifejezetten fontos. Én a tegnapi nap éppen Harry Potter-eztem, csak hogy mese legyen a történetben, de abban is kifejezetten érdekesek, én azt gondolom. És hát egy igazán jó karakter nélkül... Csinálok gondolom, hogy a is képet, köszönöm. Mert te is egy jó karakter. Egy igazán jó karakter nélkül egyébként bármelyik a legjobb film is valami keveset ér igazából. Neked ki egyébként a kedvenc filmes szereplőd? Hát kedvencet azt igazából nem tudok mondani, mert karakterszínészeket szeretem persze, de mondjuk Robert De Niro az. Melyik filmjében tetszett a legjobban Robert De Niro? Hát nem tudom, nekem a Robert De Niro-s kaszinós karakter az nagyon ott van. Tehát az nagyon vág hozzá, szerintem ő az életben is igazából ilyen. Nem olyan, mint a képfírbe, azt hiszem Rettegés foka, uh-huh. Az volt a... Tehát én őt kevésbé tudom elképzelni ilyen agresszívabbnak, inkább ilyen vezető egyeniségnek, ilyen, aki a szemével szúr. Én őt mindig egy ilyen rettenetesen durva fickónak képzeltem el. Azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen talán a taxisofőr vagy akár a szarvasvadász volt igazából az ő filmje, uh-huh. Vagy az angyal szív, csak hogy ilyen szépeket vegyünk elő. Ahol van benne egy kis pszichopata talán? Egy picikét igen, tehát én azt gondolom, hogy ha Robert De Niro magyar lenne, mert biztos magyar persze, mert Nyírő Robert lenne igazából, igen, hát miért ne, sokkal egyszerűbb. Kéri Mária és így, igaz, akkor ő biztos, hogy mezőhegyesi csávó lenne, uh-huh. És rendesen késes lenne, mindig bent lenne a csizma szárában a bicska. Tehát ő ilyen abszolút abból a családból származna, és biztos unokatesók lennének Koncz Gáborral. Igen, valószínű. Ez minimálisan. Szerintem nézzük meg, hogy milyen karaktert látunk egy karakterfilmben a mai napon. Talán ezzel indíthatnánk, és utána pedig tovább lépünk vendégeinkkel. Most havi 30 rubelben egyeztünk meg, ugye? Pont azt kezdtem el mondani, hogy úgy ültök itt, mint a moziban, miközben éppen lefényképeztelek titeket. Hadd mutassam be vendégeinket, és köszöntelek titeket a stúdióban. Mészáros Attila, rendező. Szita János. Operatőr. Rendező. És Szőke Dániel. Operatőr. Ez a saját filmetek volt. Mi a karakter? Már maga a csapat? Uh-huh. Hát ez lényegében egy filmes társulás, amely 2001 környékén jött létre. Ez a karakterfilm, ez ugye? A karakterfilm, mint csapat. Ez a cég. Filmes csapat, igen, így van. Miért pont ezt a nevet választottátok? Hát mivel a karakter szó átfog sok olyan dolgot, ami
Hát onnantól kezdve, hogy szereplők is lehetnek karakterek, emberek lehetnek karakterjeggyel rendelkező személyek, egészen akár a számítógépes billentyűzettel lenyomott karakterjegyekig, hisz, tehát eléggé átfogó, és hát arra gondoltunk, hogy... Ti is különböző karakterek vagytok egyébként? Ez így van. Egymástól teljesen eltérő jellemek és tulajdonságú emberek? Hát talán pontosan ez az, ami miatt működhet a dolog, tehát nem vagyunk uniformizáltak. És egyikünk ezt tudja, a másikunk azt tudja képviselni a csapaton belül, és hát így eléggé színessé válik a repertoár. Mint a karakterfilm, ez most egy hivatalosan működő cég, vagy ez csak valamiféle alkalmi társulás, amiben együtt dolgoztok, hogyan hívjátok fel? Mi a célotok ezzel? Hát az elsőre válaszolva, ez nem egy hivatalos formula egyelőre, tehát ki tudja, mit hoz a jövő. És hát a célunk az természetesen minőségi mozgóképek létrehozása. Bár érintünk olyan területeket is, mint plakátpályázatra, ha készítünk fotókat, vagy reklámparódia, sok-sok olyan dolog is, ami kapcsolódik ehhez az egészhez, ami stílusgyakorlatot jelent a filmkészítésben. Ebből éltek tulajdonképpen most? Hát jó lenne, ha ebből élhetnénk. Vagy ez még most hobbiként indult, és most egy ilyen középszakaszban van, és haladtok afelé, hogy jó lenne majd ebből megélni is, és... Hát valahogy így van, de tehát a hobbi része az inkább úgy mondanám, hogy amatőresebben indult, a szónak a jó értelmében, ugye az amatőrt azt nem negatív értelemben használom. Hanem mint a Kennernek az ellentétét, ugye alapvetően. És akkor egyre professzionalizáltam. Engem az érdekelt igazából, hogy ti hol akadtatok össze? János. Egyáltalán milyen közegben találkoztatok? Suliban, vagy csak az utcán filmezve, amikor a Super 8-as kamerátokkal szaladgáltatok? Tehát hogy alakul ki egy csapat? Én az ELTE-n dolgozom, ott a filmszakon, és ott mit csinálsz ott a filmszakon? Én ott dolgozok ilyen videóstúdiósként, és ott akadtam mind a kettőjükre rá egyébként. És ti is videóstúdiósok voltatok ott? Nem, én az ELTE filmszakon vagyok. Negyedéves tanuló. Negyedéves vagy, és te? Hát én hellyel közzel végzem, tehát sokat halasztok, meg folytatom, nem folytatom, mert hát mellette az élet ad sodorni való dolgokat. És akkor a Danival ti barátok voltatok korábban, és vagy ismerősök? És... Nem, ez úgy volt, hogy ő fiatalabb évfolyamos volt, tehát én őt még akkor nem is ismertem, és hát én már tovább tartok elvileg, de hát lassan utolér a srác, úgyhogy... Hát az ELTE-n ezt simán lehet csinálni, hát szerintem. Abszolút. Jó pár embert ismerünk, aki 8-9 évig tud elvégezni az egyetemet. Az ELTE számomra mindig egy ilyen furcsa történet, mert én mindig azt érzem róla, hogy mint suli inkább elméletről szól. Ugye elméletileg azt hiszem, hogy a szaknak a megnevezése is valahol a film elmélethez kapcsolódik. Filmelmélet, filmtörténet. Tehát én nekem mindig egy kérdés volt az, hogy ha valaki filmelméletet tanul, akkor abból miért nem lesz logikusan, nem tudom én, filmkritikus vagy filmtörténész, és miért kezd el filmet csinálni? Ti miért kezdtetek el filmet csinálni? Hát a mi osztályunk az egy speciális eset volt, mert ott tényleg erősen ketté vált az osztály. Az egyik fele csak filmet akart csinálni, a másik fele pedig inkább az elmélettel, vagy épp a filmkritikával, ilyenekkel akart foglalkozni, és tulajdonképpen az első évtől kezdve volt nekünk filmgyakorlat óránk is. És srácok, aki filmet akar csinálni, az már gyerekkorában, az óvodában úgy megy be, hogy már a műanyag kamera zsebében van, és a fateriától egyből lenyúlja az új Sony készüléket, és már snitteket csinál. Mert ugyanis ez olyan, hogy ez egy hivatás is, meg egy munka is. A lehető legjobb kombináció, hogyha valaki azt csinálja, a hivatását is, amit szeret, meg a munkáját is. Ez szerelemből történő forgatás? Hát, amit csináltok? Azt gondolom, hogy igen. És nem feltétlenül a technika volt az első, tehát a kamera vagy egyéb ilyesmi, hanem tehát az ember, ahogy alakul, valahogy megtalálja inkább őt az, hogy mozog a kép, és akkor látott sok filmet, benyomások érték, amelyeknek a
a kivetítésére a legalkalmasabbnak a mozgóképet vagy a filmet tartja később már érettebb fejjel az ember, uh-huh. mint mondjuk, hogy leírjon írni egy regényt. Vagy de ez azt jelenti, hogy mit tudom én már akár óvodában, de jó, ez most vicces, hogy a homokozóban is megrendezted mindig, hogy akkor, na, akkor te most odaállsz, te oda, és akkor én meginnét nézem a dolgot, vagy későbbiekben inkább az volt, hogy nagyon sokat kezdtél moziba járni, és akkor előbb-utóbb rájöttél, hogy fú, ez igazán ez a te műfajod. Hát igen, igen inkább, mert tehát még kiskorban nem is annyira a rendezés jött elő, hanem a fantázia. Tehát belső képek, mondjuk így, és akkor ezek átalakulnak. Tehát az ember ezeket ki akarja vetíteni, és akkor kénytelen rendezni. Tehát... És hogyha ez megvan, tehát megvan a koncepció, akkor egymás között hogy osztjátok le a feladatokat? Ahogy derül ki, hogy valaki operatőr lesz, vagy éppen rendező lesz, tehát van valamiféle ilyen standard tipológiája a történetnek? Jó, gondolom, hogy az esetedben azért, mert technikával is foglalkoztál, így ez adekvát volt bizonyos értelemben. Nincsen. Tehát valaki hoz egy ötletet, és akkor azt általában meg akarja csinálni, és akkor azt kerít vágót és operatőrt, és akkor valahogy legyártjuk, de ez általában teljesen változó. Lényeg az, hogy legyártjátok mindig. Uh-huh. A célra igen. Az utolsó Tekercs című filmeteknek az ötlete, az kitől jött egyébként? Melyik őtök volt az ötlet szülője? Jó magam. Ez a te ötleted volt? Uh-huh. Hol áll ez a saját rangsorodban ez a film? Hát, kedvencek, kevésbé kedvencek között? Hát mostoha gyermek. Mostoha gyermek? Így. Tehát nagyon szeretem, mert végül is ez az első. Akkor nézzük nagy is meg most. Szerintem nézzük belőle. Ötletet, így igaz. Jó. Minden producer rémálma szokott lenni, amikor elkövetkezik az utolsó Tekercs, és még hátra van legalább 3 nap a forgatásból. Ez egy régebbi filmetek volt, ha minden igaz, ezt mondtátok, hogy ez egy több évvel ezelőtt készült filmetek. Ti miből forgattok filmet? Hát... Zseppénz? Ösztöndíj? Is. Az is benne van? Szülői eladjuk támogatás. A Kispolszkit, anya Kispolszkiját eladjuk. Azért odáig nem megyünk. Az ösztöndíj, meg ugye az, hogy haverok vagyunk, és hogy egy csapatban dolgozunk, tehát így olcsósítja a dolgokat. Uh-huh. Hogy lehet egyáltalán elindulni jelen pillanatban egy amatőrfilmes, most egy szó jó értelembe véve vett amatőrfilmes világban? Van az embernek egy kamerája otthon, akár csak egy házi videokamera, és akkor elkezd vele dolgozni, és utána egy számítógépen vágdaljátok a filmet, vagy hogy indul ez el? Hát végül is két lehetőség van. Az egyik az, hogyha az ember eleve úgy gondolkodik, hogyha van egy kamerája és más lehetősége nem nagyon,
hogy eleve egy olyan ötletet talál ki, amely nem igényel nagy anyagi ráfordítást. Uh-huh. És az ötlet viszi a dolgot, tehát annyira ütős a dolog, hogy megél önmagában. A másik lehetőség pedig az, hogyha már kicsit elszálltabb vágyai vannak, vagy már arra kell pénz, akkor egy ilyen filmes kénytelen akár saját zsebéből finanszírozni az egészet, félretenni, vagy olyan áldozatokat hozni, amik hát egész embert kívánnak, illetőleg sokat kell szerveznie, tárgyalnia, kérnie. Szóval... Meddig lehet ezt saját zsebből finanszírozni? Ti most hány évre gondoljátok ezt? 5 év múlva is ugyanígy saját zsebből fogtok forgatni saját filmeket? Vagy mi a tervetek, hogy 5 év múlva a karakter az egy jegyzett nagy stúdió lesz? Ez ügyileg mit hozhat a jövő? Oroszlán így kilégett majd. Karakter. Semmiképpen sem lehet ezt sokáig csinálni, hogy az ember saját maga finanszírozza meg a filmjeit. Több oka van, egy bizonyos kor után tényleg nem működik. Hát pályázni kell, és ezt a pályázást azt producereken keresztül, illetve ha hivatalosan alakul egy filmes csapat, tehát mondjuk a karakterfilm, mondjuk egyesület vagy alapítvány, akkor megteheti azt, hogy pályázik. Hol találtok producert? Hát vannak ötletek rá? Vagy ez csak nyitott felüti az ember szám. A szaknévsorban, producer, igen, első kerület, nyitott második kerület. Nyitott szám, vagy a kapcsolatok révén? Ez csak kapcsolatok csak révén, kapcsolat. Illetve hogyha az embernek tényleg valami sikerült, tehát mondjuk egy filmszemlén, vagy akármilyen komolyabb fesztiválon sikert ér, akkor talán van esély, hogy egyáltalán szóba állnak vele. Csak úgy az utcáról besétálni is lehet, valakinek van ilyen szerencséje, de ez általában nagyon ritka. Volt már, aki megtalált titeket? Ti most dolgoztok valaki producerrel? Van-e olyan produkciótok vagy tervetek jelen pillanatban, amihez kaptatok valakitől már támogatást? Hát eddig igazából egyszer fordult elő, hogy valamilyen hivatalos minőségű pénzbeli támogatást is kaptunk, de hát ugye ez még az ELTE-nek a hallgatói önkormányzatán belül van egy ilyen kulturális pályázati lehetőség, és akkor ott amit most csinálunk, egy következő filmet, arra kaptunk támogatást. Ami természetesen az első 3 forgatás alatt elfogyott, tehát nem volt túl sok. De már jó jel. Uh-huh. Tehát, hogyha tegyük fel, leültök, nem tudom, mi a legkedvenc kávézótok? Az egyetem környékén van egy ilyen standard, egy büfé, mondjuk van egy reklám. Rendben, akkor mondjuk az egyetemi büfében tegyük fel, ott könyököltök és beszélgettek éppen a pulton rendesen a nem bölcsészkari büfét, még gondolom még most is depressziónak hívják a vicces állapotában, és éppen beszélgettek egy filmtervetekről, és én mondjuk ott könyökölök mellettetek, és azt mondom, hogy van fölösleges, nem tudom, 500.000 forintom, akkor én betársulhatok, tehát Gáborra beszállunk tényleg. Persze. Hát igen. Tehát azt gondolom, hogy én látok ebben jövőt, azt gondolom, hogy belőletek lehet egy jó dolgot csinálni, akkor ti így hagynátok, hogy kvázi akárki beszálljon a filmetekbe? Vagy vannak olyan fajta megalkovások, hogy azt mondjátok, hogy... semmit. Kedves Gábor, Zoli, szeretném előbb látni, hogy ti milyen filmeket támogattatok eddig, hogy jó fejek vagytok, milyen az ízlésünk. Biztos, hogy az ember azért, hogyha oda jönnek hozzá egy ilyen felkéréssel, azért átgondolja, de hát hajlik könnyen a pénz irányába, hogy hát mégiscsak akkor lehet valamit csinálni. Lehet, hogy abba beleszól majd az illető, aki ezt a pénzt fölajánlja, de még valahogy ezt is azért meg lehet oldani. Kompromisszumokat kell kötni amúgy is, tehát nem lehet. A pénz nélküliségben is küt az ember. Persze, elég komoly. Én azért kérdeztem, hogy ez most mennyire kompromisszumok nélküli történet, vagy hol húzátok meg a határt, hogy meddig lehet elmenni. És ha valaki felajánlja azt a bizonyos összeget, bocsi, akkor hány filmterv van a fejetekbe? Amire azt mondjátok, hogy na akkor ezt. Már el is tudnám kezdeni. 2-3 biztos van most. Igen. Mondhatnám azt is, hogy számtalan, de mindig van néhány, ami jobban mozog a felszínen. Uh-huh. Mennyire kidolgozottak ezek az ötleteitek, amik most jelen pillanatban megvannak, ez a 2-3, amit mondasz, tehát szinopszis szinten vannak kész, vagy adott esetben kész forgatókönyvnél álltok, vagy már akár egy megvalósíthatósági tervetek is van rá? Hát van olyan, ami hát ugye egyrészt van olyan, ami már utómunkálat alatt áll, van olyan, ami forgatókönyv állapotban úgy van meg, hogy már eléggé konkrétan történet, cselekményvezetés, szereplők, jellemek, minden. Van, ami még valóban ilyen kezdetleges formában egy érzés, egy hangulat, hogy sejtjük róla, hogy fekete-fehér lesz, és lehet, hogy vidám lesz, vagy nyomasztó lesz, vagy nem tudom. Tehát, hogy ilyen állapotok vannak, igen. Mm. Egy kicsit kifordulva ebből a történetből, jelen pillanatban ti milyennek látjátok a magyar filmipart?
Most így a film elméleti szakembereket kérdezem, tehát ezt az oldalát a történetnek. Dani, te még olyan keveset szólaltál meg. Fú, erről nehéz nyilatkozni. Van neked most kedvenc magyar filmed? Lesz, szerintem. És mi lesz az? Hát nem tudom, például a Hajdú Szabolcsot azt egy egészen ígéretes alkotónak tartom. Uh-huh. Például nagyon várom a Fehér Tenyér című filmjét. Páfi György. Mit látsz bennük ilyen különlegesnek? Tehát mondjuk Páfi Györgyöt vagy Hajdú Szabolcsot miben tartod kiugró tehetségnek? Számodra, mint filmelméleti szakember számára ez mit jelent? Hát szerintem sokkal fiatalosabban állnak hozzá a dologhoz, és hát ez mondjuk közelebb állhat hozzá. Mi az, hogy fiatalosabb hozzáállás? Igen, tehát hát számodra mi az? Igen. Jó, ez logikus, de miben tudod ezt megfogalmazni? Mitől fiatalosabb? Hát más egy kamerakezelés, másképp kezeli a cselekményszálakat? Igen, például az is, tehát a kamerakezelés is más lehet nála, aztán tehát szerintem szórakoztatóbban tálalják egy kicsit a dolgokat. Uh-huh. Hajdú Szabolcs szintje a cél? Fú, hát hogyha igen, mondjuk. Akkor legalább egy jó dolgot látunk, ha Hajdú Szabolcs kopogtatna vagy csöngetne az ajtódon holnap, hogy kedves Dani, van itt egy üres kamera, kezedbe fognál, de hát ráérsz a következő másfél hónapban. Ez sajnos nem így működik. Akkor ez nem lenne, tehát nem lenne ellenedre alapvetően. Szerintem legközelebbre próbáljunk egy ilyen kört összehozni. Mit szólsz hozzá? Producerek, most már csak a zsét kell előszednünk. Ha minden igaz, akkor készült nektek egy Sziget klippetek. Uh-huh. Erről mondasz nekem egy pár szót? Hát igen, ez úgy történt, hogy annak idején meghirdettek egy pályázat jellegű dolgot, ami a Diák Szigetnek a promótálására szolgált volna, és akkor erre kismillióan készítettek egy olyan formai keretben, hogy egy percnek kell lennie, vagy annál rövidebbnek, tehát sok ilyen kis etűdöt. Uh-huh. Nem feltétlenül arról volt szó, hogy nyerjen is, hanem inkább tehát hogy az ötletek sokasága, mennyire tarka a képzelet, és mi is készítettünk egy ilyen egyperces dolgot, ami ürügy is most már így utólag, mert szeretjük mi is nagyon önmagában. Nagyon szépen köszönjük akkor minden esetre. Nézzük meg ezt, viszont még egy utolsó kérésünk, és az a meglepetésünk lett volna mai napra nektek. Szeretnénk titeket megkérni arra, operatőr, ki az operatőr a mai napon? Dani lesz az operatőr, hogy készítsetek rólunk egy klipet, ha egyáltalán lehetséges két óra alatt egy ilyen munka. Nézzük meg, hogy mi sül ki belőle, és nézzük meg a Sziget klippet. Lássuk. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük. Sziasztok! Gyertek ki a... Re... Di... Lesznek sör... Lányok... Büfé... kulturális események. Gyertek ki! Neked a Sziget mondja meg, hogy ki vagy. Ez volt a karakterfilm, Mészáros Attila, Szita János és Szőke Dániel. Ők elindultak most forgatni, és lássuk, mi lesz belőle. A következő fél órában egy picit tovább lépünk az iskolában. Vendégünk lesz Svetje Mihály és Janis Vera, akik elsős színművészeti egyetem rendező szakos hallgatók, és beszélgetünk velük arról, hogy mi a helyzet, amikor az ember nem az ELTE-n, hanem az egyetemen, a színművészeti egyetemen tanulja a filmrendezést, illetve megnézzük azt, hogy kell-e egyáltalán diploma a filmrendezéshez, ahhoz, hogy valaki sikeres legyen. Maradjanak velünk!